Köszöntöm nézőinket, Önök a Tamási Táj című műsorunkat látják. Gulyás Anita vagyok, és már mutatom is mai adásunk tartalmát röviden. Vasgereben születésének 200. évfordulójára emlékeztek. 2 évtizedes múltja van már a szakadáti kincsiváró rendezvénynek. Minisztráns napot szervezett a Pécsi Egyházmegye Tamásiban. A majálison kívül számos programot tartogattam. A Fürgeden született magyar ügyvéd és hírlapíróra a szabadságharc után években, Jókai után a legnépszerűbb elbeszélők egyikére, Vasgerebenre emlékeztek Tamásiban születésének 200. évfordulója alkalmából. Az ünnepség keretében felidézték az író életútját, munkásságát, amelyet követően az emlékezés koszorúit helyezték el a miklósvári tónál található emlékhelyen. Pénz és szerelem, akár egy mai kassza siker címe is lehetne, de a mű Vasgereben szerzeménye 1943-ból, és persze ez csak egy a sok alkotás közül, ami az ő tollából született. Vasgereben 1823. április 7-én Fürgeden látta meg a napvilágot. Tamási város önkormányzata az író születésének 200. évfordulója alkalmából tisztelgett az emléke előtt. Utca is van róla elnevezve Miklósváron, de itt mindjárt meg is jegyezném, hogy nem csak Tamásiban, hanem országszerte érdekes módon szinte minden településen van róla elnevezve valami közterület vagy intézmény. Ez azért meglepő, mert mint író nagyon kevesen ismerik Vasgerebent, az írói életművel szinte teljesen feledésbe merült. Nem csoda, hisz a múlt század közepétől ki sem adják a Vasgereben műveket. Illetve meg kell, hogy említsek egy üdítő kivételt. Az utóbbi időkben éppen belebotlottam 2010-es kiadású hangoskönyvbe és e-bookba, tehát bízunk benne, hogy nem hagyományos dokumentumformában, hanem ilyen új formában talán ismét majd az emberek látókörébe kerül és olvasni fogják. Nagyon kötődött a Tamási erdőhöz különösen. Nem titok, hogy a szomszédban Fürgeden született, uradalmi ispán fiaként látta meg a napvilágot 1823. április 7-én. Ez az apropója annak is, hogy most ünnepeljük itt Tamásiban. Tamásiban nem csak az utcatábla emlékeztet bennünket Vasgerebenre. A miklósvári mesterséges tó, mesterséges kis szigetén van egy kis emléktábla Vasgereben emlékére, egy híres idézettel, amely az egyik regényéből, a Nagy idők, nagy emberek című regényéből származik, a 9. fejezetből, amely a Tamási erdőről szól. Ezt Könnyű László adományából állították a tamásiak 1983-ban, tehát nem annyira régen, és Gyenei Judit grafikus és szobrász művész alkotása egyébként. De korábban is volt kultusza, a II. Világháború előtt. 1939-ben például egy szekszárdi székhelyi kulturális egyesület hatalmas kulturális programot rendezett ide. Erről Könnyű László és a Tolna megyei újság emlékezik meg. Mindenképpen jelentős az az év, 1909, amikor az első emléktáblát emelték. Akkor még volt itt egy hatalmas őstölgyes a Tamási erdőben, 50 hold területen helyezkedett el, és az egyik ilyen hatalmas famatuzsálemre, amely tényleg hatalmas volt, 20 méter magas, közel 5 méter átmérőjű, és akkor olyan 400 évesre becsülték, erre helyeztek föl egy emléktáblát, ugyanezzel a szöveggel, amit később 83-ban is Könnyű László ráíratott az emléktáblára, tehát szintén a Nagy idők, nagy emberek című regényből. Ez az emléktábla elég hányatott sorsú lett aztán, mert a fa, amelyre ráhelyezték, az egy idő után időlt, és akkor 1939-ben egy másik fára kellett áthelyezni. Azóta már nincs is meg ugye ez a tábla, hanem csak ez a szigeten elhelyezkedő kis emlékmű őrzi itt Vasgereben emlékét. Vasgereben több témával is foglalkozott írásaiban. A földrajzilag kéne behatárolnunk, akkor azt mondanám, hogy a dunántúli nemesség, a régió táblabírák ideje. Ha a korban, akkor a napóleoni háborúk, a reformkor, és még utána körülbelül a szabadságharc utáni évtizedek. Ugye ebben a korban élt ő, és akkor alkotott a szabadságharc utáni 2-3 évtizedben, egészen a kiegyezés utánig, és ez a témája is nagyjából.
Ő egy anekdótázó, színészkedő ember volt. Ő nagyon-nagyon sok történetet, anekdótát ismert, és nagyon szerette ezeket társaságban előadni. És itt kell elmondanom azt is, hogy miért lett Vasgerebem, holott Radákovics József néven született Fürgedem. Hát éppen ezért, mert mindig a társaság középpontja szeretett lenni, mindig elmesélt valami anekdotát, történetet, és bizony nem kímélte a hallgatóságot sem. Nagyon kíméletlen volt, és az egyik baráti társasága ráragasztotta, hogy te vagy a Vasgereben olyan kíméletlen és goromba kritikus, mint egy Gereben. Ugye a Gerebenről sem tudja már mindenki, hogy az tulajdonképpen egy Lenkender feldolgozó eszköz volt, amivel elsimították a szálakat, és ő így ilyen durva módon simította, elkritizálta mindig a történeteket. Tehát egy anekdotázó típus volt, nagyon sok történet volt a birtokában, minden évben szinte jelent meg egy regénye, az első, a régi jó idők, 1855-ben az a napóleoni háborúkról szólt, aztán 56-ban a nagy idők, nagy emberek, ez a reformkorról szólt, ugye ebben van az a 9. fejezet, amiből származik a Tamási Erdőről szóló idézet, és attól kezdve minden évben egy-egy regény. A legjobb regényének a Nemzet napszámosait tartják, ebben a vándorszínészekről ír, és érdekes módon az olvasók várták mindig a regényeket, szerették, népszerű volt, népszerűsége Jókaiéval vetekedett, viszont hatalmas bíráló tábora volt. A kritikusai állandóan leszkeztették, állandóan bírálták, és ezzel igen megkeserítették az ő életét. Az ünnepség koszorúzással zárult az író Miklósvári Tónál található emlékhelyénél. Szakadáton számos nyuszi csomag rejtőzött a német tájház udvarán és annak környékén arra várva, hogy gazdáik rájuk leljenek. A településen több mint 20 éve szervezik meg a nyuszi váró délutánt, ahol nem csak a legkisebbek érzik jól magukat. A közösség összekovácsoló rendezvényt idén is nagy lelkesedéssel szervezték meg. Kedves fogadtatásban volt része azoknak, akik a német tájház udvarára érkeztek az ünnep alkalmával. Együtt ünnepelte a húsvétot Szakadát. A nyuszi papa és a nyuszi lányok kedves invitálása idén is sokakat megmozgatott. A településen több évtizedes hagyománya van, hogy húsvét vasárnap összegyűlik a falu apraja nagyja, és amíg a kisebbek lefoglalják magukat különféle játékokkal, nyuszi csomagkereséssel, addig a felnőttek a szeretett vendégség kínálta finomság mellett beszélgetnek. Elsősorban gyerekeknek szól, de nagyon jó lehetőséget kínál arra, hogy a felnőttek is részt vegyenek rajta, és hogyha szeretnének, akár be is állhatnak játszani, de elsősorban inkább a gyerekeknek, vagy pedig kis és nagyobb iskolásoknak szól. Lehet verset mondani, játékokat szervezünk ilyenkor nekik, meg amint látszik, mi is beöltözünk nyulaknak, illetve hát ezzel köszöntjük mi is a kicsiket, és egyben a felnőtteket is. Nagyon jó a közösség kovácsoló ereje ennek, hiszen egy alkalmat kínál arra, hogy mindenki találkozzon egymással, aki részt vesz ezen a rendezvényen, és beszélgethetnek a felnőttek addig, amíg a gyerekek játszanak. Én is ebből a faluból származom, és például én a gyerekeknek, a most játszó gyerekeknek a bő 70%-át már nem is ismerem, szóval valószínűleg ők már rokonoknak az unokái, vagy hát valahonnan máshonnan érkeztek ide, úgyhogy nem hiszem, hogy ők helyi szakadáti gyerekek. A felnövekvő generáció számára egy maradandó élmény lehet a közösen eltöltött ünnep. A település számára ezért is fontos, hogy a hagyományos rendezvényeik évről évre megszervezésre kerüljenek. Konkrét emléket nem tudok kiemelni, de emlékszem rá, hogy nekem is sokat jelentett annak idején gyerekként ez a húsvéti rendezvény. Fontos ez a húsvéti rendezvény a településünk számára. Valóban nagyon jó összekovácsoló ereje van kicsiknek és nagyoknak itt a faluban. A focipályán ezúttal nem a labdajátéké volt a főszerep. A csapatok sorversenyen mérték össze, ki tud egy-egy feladatot rövidebb idő alatt megoldani. Olyan ügyességet igénylő tevékenységekből állt össze a délutáni program, ami akár a testnevelés órákról is ismerős lehetett a gyerekeknek. Hát ugye sorversenyezünk, minden évben meg szokták ezt rendezni. Ez az első. Mert Budapestről érkezett. És egyébként egészen tetszik. Főleg a nyuszik, ahogy be vannak öltözve, csodálatos. Az minden évben szokott lenni. János bácsi, ez a kedvenc. The best.
A német tájház igazi húsvéti díszbe öltözött udvarában lehetőség volt a nyuszi simogatásra is. A nagyszülők örömmel hozzák el ilyenkor a látogatóba érkező unokákat, dédunokákat, hogy egy kellemes délutánt töltsenek együtt. Visszaemlékezünk a gyerekkorunkon, hogy milyen volt akkor, és most milyen. Nagyon aranyos és egy nagyon jó rendezvény. Évek óta megtartják itt a faluban. Örülünk neki, mert a pici gyerekek azért nagyon örülnek ennek, hogy van egy kis csomag, egy kis nyuszi ünnepség, versmondás, hasonló. Hagyományőrző, és szerintem ez egy faluban nagyon fontos, mert egy ilyen közösségformáló rendezvény. Szerintem ezt hosszú távon meg kell tartani, mert nagyon örülnek neki a gyerekek, a pici gyerekek, és a szülők is úgy vannak vele, hogy szívesen hozzák ide a kisgyereküket, mert azok meg szórakoznak itt, meg egy ilyen kis, tényleg egy ilyen kis hagyomány teremtő dolog. Úgyhogy reméljük, hogy ezt sokáig fenn fogja tartani itt az önkormányzat, meg a német önkormányzat. A Béri Balog Ádám katolikus gimnázium aulája megtelt hívő fiatalokkal. Több mint 220 fő részvételével zajlott az a minisztráns nap, amit a Pécsi Egyházmegye szervezett. A közösség kovácsoló rendezvényre minden évben kétszer kerül sor az Egyházmegye különböző pontjain. Az állomásokon egyetemista fiatalok várták a minisztráns csapatokat, a közös ebédet és a délutáni kézműves foglalkozást követően a nap végén Felföldi László püspök celebrálta a szentmisét. A Pécsi Egyházmegye negyedik alkalommal szervezett minisztráns napot, amelynek ezúttal a Tamási Béri Balog Ádám katolikus gimnázium biztosított helyszínt. Van egy őszi és van egy tavaszi minisztráns napunk. Az őszi minisztráns nap a Pécsi Egyházban mindig egy Baranya megyei helyszín, a tavaszi pedig mindig egy Tolna megyei helyszín. Így esett a választás Tamásira, hisz itt van katolikus iskolája a Pécsi Egyházmegyének. Alkalmas a hely, nagy az épület, és elfér rengeteg gyerek benne. Találkozásról szól, hogy egymással találkozzunk, a plébániák egymással találkozzanak, és erősítsük egymást a szolgálatba, mert a minisztrálás egy szolgálat, amelyben a hétvégéinket töltjük, és sokszor úgymond megállunk ebbe, és nem tudunk tovább menni, de ha találkozunk más plébániák fiataljaival, találkozunk más minisztránsokkal, akik hasonló helyzetben vannak, erősíthetjük egymást, és megújulhatunk. Ez a megújulásról is szól. A szervező egyházmegye a térség minisztránsait várta az egész napos programra. 9 éves kortól vártuk a gyerekeket, ez azt jelenti, hogy körülbelül hogy első áldozótól egészen 16 éves korig, 16 év fölött pedig segítőnek vártuk őket, lehet látni a mai napon, hogy mennyien eljöttek, több mint 220 jelentkezett erre a tavaszi minisztráns napra. A délelőtt folyamán várható egy minisztráns kupa, ez egy 8 helyszínes vetélkedő, különböző játékos feladatokat találtak ki a fiatalok, a pécsi egyetemisták. Van, ahol lufikból kell összerakni az irgalmasság testi és lelki cselekedeteit, vannak sportos feladatok, van egy nagy életnagyságú amőba játék, a kérdésekre kell válaszolni, és még sok egyéb játék. Élő az egyházunk, és így megújulunk. És a fiatalok ezt a megújulást várják. És ha erre rá tudjuk világítani őket, hogy az egyház nem egy ózsdi dolog, amelyben besavanyodni lehet, hanem egy élő, egy intenzív valóság, akkor vonzó lesz számukra ez. A minisztránsokkal érkező kísérők sem maradtak program nélkül a nap folyamán. Eddig soha nem volt ennyi jelentkezőnk, és bevontuk a kísérőket, a hitoktatókat, akik szívesen vállalták ezt a küldetést, ezt a feladatot, és beálltak a segítők sorába. A nővérek a saját karizmájukat hozzák ide, a Sacré-Cœur nővérek Mánfáról. Több iskolánkban csodapatikát vezetnek, ez egy lelki beszélgetés, Lázár Ervin meséje alapján, valamint különböző Szent Ignáci módszereket hoznak, hogy hogyan lehet a lelkünkre figyelni, a lelkiismeretünkre figyelni, és benne Krisztusra figyelni.
A Pécsi Egyházmegye területéről érkező 9-16 éves korú fiatalokra a Minisztráns Kupa 8 helyszínén játékos feladatok vártak. A különböző plébániákról érkezett gyerekek hamar megtalálták a közös hangot, és összhangban igyekeztek megoldani a számukra összeállított feladatokat. Többek között a szentmisék kellékeit is fel kellett ismerniük. Az volt a feladat, hogy össze kellett párosítani a nevét a tárgyal, meg a hozzátartozó, hogy hogyan kell, meg hogyan használják. Az állomásokon egyetemista fiatalok várták a minisztráns csapatokat, akik minden segítséget megadtak ahhoz, hogy a jó válaszok mielőbb elhangozzanak. Mit tudsz csinálni, amikor a mamád beteg? Hát, hagyom őt pihenni, hogyha kér vizet adok. Ötletes feladatok sora várt a csapatokra az osztálytermekben, amelyek szinte mindegyikében helyet kapott a vallás. Orsi néni kérdezett tőlünk, és azokat a számokat így fel kellett fordítanunk, és ki kellett raknunk a képet. Milyen képet kellett különni? Az irgalmasság képet. A fiatalok örömmel öltik magukra, hétről hétre a minisztráns ruhát, így az sem csoda, ha a számukra összeállított kérdésekre általában tudták is a megfelelő válaszokat. Jó érzés ott lenni az oltár mellett, meg segítkezni. Előző állomásnál volt ilyen amőbázás, hogy kérdésekre kellett válaszolni, és ha jól válaszoltunk, akkor berakhattunk, hogy igen. És ha egy időn belül nem tudtunk válaszolni, akkor a másik csapat tudott válaszolni, és hogyha ők eltalálták, akkor ők rakhattak be. A közös ebédet kézműves, sportos foglalkozás követte, a nap zárásaként pedig a Pécsi Egyházmegye püspöke Felföldi László celebrált szentmisét a fiatalok és kísérőik számára. Közeleg május 1-e, ami egyet jelent a majálissal. Tamásiban több éves hagyománya van már a sportmajálisnak, ami amellett, hogy mozgásra bírja a településen élőket, egy lehetőség is egyben a különböző sportágak kipróbálására. A hónapban pedig a művelődési ház is megtelik élettel, rendezvények sora várja majd az érdeklődőket. A koncertfúvós zenekar pedig már készül a május 1-i zenés ébresztőre. A Tamási Művelődési Központ szolgáltatásai április 1-től újra a Városközpontban érhetőek el. Egyben a Zöldpont és Civil Ház, ahol ugye a telet töltöttük, párhuzamosan fog most már működni. Természetesen a Művelődési Központban számos programmal készülünk az itt élőknek, illetve a környékben élőknek. Alig vártuk már, hogy kiteljesedhessen ez a közművelődési tevékenységünk. Az elkövetkezendő hetekben azt gondolom, hogy minden műfaj kedvelői találnak majd olyan programot, ami számukra vagy hozzájuk közel áll. Legyen a színházi előadás, kiállítás, néptánc, túra, koncert, tehát hosszasan tudnám ezt sorolni. Hogyha picit rövidre fogva azért szeretném összefoglalni, akkor pont most a héten a térség kistérségi mesemondó versenye zajlik majd a Művelődési Központban alsó tagozatosok részére, de ugyanúgy, ahogy a Művház megnyílott a Tamási Galéria ismét, ahol beindultak az időszaki kiállítások, az idei évben évvégéig 8 kiállítást tervezünk még. Most, hogy Tolna megyénél maradjunk, a Bárka Művészeti Szalon kiállítását fogjuk megnyitni. Tudjuk, hogy zömében Tolna megyei alkotók képeiből fog összeállni ez a tárlat. A hétvégén pedig már bízunk abban, hogy egy kicsit jobb időbe, de a Művelődési Központ természetjáró csoportja is útra kell, és minden hónapban természetjáró túrán ismerik meg a környék vagy a távolabbi környék szép helyeit. Van egy olyan csoportunk, amely Tamásiban a legrégebben működik, ez pedig a Nyugdíjas Klub, akik most ünneplik fennállásuknak fél évszázados, tehát 50 éves évfordulóját. Természetesen őket is megünnepeljük, és ez is egy egész napos programmal együtt zajlik majd
a színház kedvelői újabb előadásra érkezhetnek, Prá címmel. Nyári Szilvia és Nyári Oszkár fog egy kiváló darabot bemutatni, az ország számos színházában mutatták ezt már be, természetesen számos felállásban, egy nagyon érdekes téma, könnyed is, de egyben elgondolkodtató is, hiszen azt mutatja be, hogy mi lenne, hogyha egy házaspár megnyerné a Lottó ötöst, és biztos, hogy az első öröm után azért számos gondolatot felvet ez a téma. Április 29-én a helyi táncosok hagyományápoló rendezvénye várja majd az érdeklődőket. Az idei évben ünnepli a Pántlika Néptánc Együttes fennállásának 20 éves évfordulóját, amely egy teljes programsorozatot fog felölelni az idei évben. Sokan vettek már részt az év elején a népviseletes báljukban, most egy következő állomása lesz ennek az évfordulónak, a Művelődési Központban egy viselet bemutatóval és táncházzal fogják ünnepelni ismét ezt a 20 évet, úgyhogy a népművészet, néptánc kedvelőit szeretettel várjuk majd erre a táncházra. Biztos vagyok benne, hogy itt a körülöttem látható előtér megtelik majd táncosokkal. A komoly zene is teret kap majd az intézmény falain belül. Május 13-án a Tamási Koncertfúvós Zenekar tavaszi ünnepi koncertje várja az érdeklődőket. Ezt megelőzően május 1-én zenés ébresztőt csapnak majd a városban, amikor a Tamási Szabadidő és Sportegyesület hagyományos rendezvénye is megszervezésre kerül. Tamási Parkerdőben a látogatóközponttal együttműködve lesz az idén megrendezve ez a majális, ami egyben sportágválasztó is. Ilyenkor a városban működő egyesületek, szakosztályok bemutatkoznak, felvonulnak, egy kicsit meg lehet őket nézni, hogy működik egy-egy edzés, kipróbálni esetleg. Ez azért szerencsés ilyenkor, mert a gyerekek a családdal, a apával, anyával együtt érkeznek, és ilyenkor ugye a szülő is jobban látja azt, hogy mi az a sportág, amihez a gyerek esetleg vonzódik. 14 órakor lesz egy táncos fitness bemutatónk, 14 órakor indul egy biciklis túra be a gyulai erdőbe, és 15 órakor pedig lesz egy közösségi futás. Ezekből az eseményekből a kerékpártúrára lehet előregisztrálni, de igazából mindenki, aki ide érkezik, részt vehet ezeken a rendezvényeken. Ezt a rendezvényt minden évben támogatók jelenlétével tudjuk megrendezni, a Gyulai ZRT, a Tamási Város Önkormányzat, a Látogatóközpont, illetve egy helyi üzletlánc segítségével kerül ez megrendezésre. Érdemes nyomon követni a TSS-e és a Város Művelődési Központjának Facebook oldalát, ahol részletes információkkal szolgálnak a szervezetek programjaikról. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!